hogy azért idő után ne essen. Megszabtat a szent cirkot, és azra borítja. Hosszabb kalászolók megynek kívülre. A rövidebbek, a gyengébbek pedig megynek belőle. Szedünk két ilyen félmarék cirkot. És akkor ugye már ki hogy szokta meg, mindenki másképp. Nekem könnyű a méretet megcsinálnom, a hosszat, mert én mérem a könyökömhöz. Úgyhogy ezt meghúzni. Kicsit megigazítjuk, ha ne talántán elcsúszik. Levágjuk. És aztán ezt a csúnyábbik cirkot egy kis szebb cirokkal befedjük. Ezt úgy nevezik, hogy borítás. Az egész folyamathoz két ember kell. Egy ember, aki köti, azaz, amit most én csinálok, a másik ember, aki varja. Mindenki másképp kezdi el magát a varást, de hát kinek hogy. Na, én így tanultam meg. És akkor itt, ha egy-két öltést öltünk, már ezt a gumit le lehet venni, mert ez már akkor tartsa. Csak mindig minden sornál, mert három sor megyen rá, akkor mindig feljebb toluk. Na, itten is az öltéseket van, aki sűrűbben szereti, úgy kéri, hogy sűrűbb legyen az öltés, van, aki nem. Na hát, ezt lett meg már ismerjük a gazdát, tudjuk, hogy hol, hogy kell varni. Nagy-Dobronyban már egyre kevesebb a kötő is, a varaó is. Párban mi járunk csak ketten. Párban már így nincsen. Már ha kötőt tudnak is keresni, akkor varaó igen nehéz, aki utánuk levarja. De van, aki így a gazda is, aki le tudja varni, és akkor csak a kötő elmegy leköti, ők meg már levarják. Na, itten már a harmadik sor fog menni, amikor már így levarjuk. Itten most elöltjük az utolsó öltésnél, visszatoljuk. Akkor, ami felesleg, ezt levágjuk, ugye a madzagból is, meg akkor így körbe, ami van ilyen kis apró szálak. Ezeket így levagdossuk. Ezt levesszük róla, ezt a sotut, és akkor még annyi az egész, hogy itten a végét, ezt még így lecsapják egyenesbe. Azt már a gazda szokta csinálni, és amúgy lényegében ennyi az egész.